programozás soha nem ér véget természetesen, hiszen egyre több ember eszmél rá arra, hogy mindvégig hazugságban élt és álomvilágban élt, ezért újabb és újabb programokat kell kitalálni azoknak, akik még mindig boldogan alszanak az álomvilágban. Ez az, amit NASA csinál, és mindig is csinált. Ha a tévében van, akkor természetesen igaz, hogy ha bemondó bemondja, akkor annak úgy kell lennie, főleg akkor, hogyha még a halálcsillagot is látjuk a háttérben, és a kartondobozokat. Nehéz szavakat találni, ugye erről már volt szó, erről az űrbányászat dologról, ahol a centrifuga a napelemekkel landolni fog majd a több tízezer mérföld per órával repülő fém gömbön. Ugye, ez egy smiley nyilván. Ezzel érzékeltetik azt, hogy ez egy vicc, de az embereknek nem esett le a vicc, legalábbis a legtöbb embernek, úgyhogy ők elhiszik, hogy a centrifuga a napelem szárnyakkal landolni fog a több tízezer mérföld per órával repülő vas gömbön. NASA azt állítja, hogy ez 10 kvadrillió, 10 000 kvadrillió dollárt ér. Nem is tudom, hogy ez milyen szám. Ugye ez a lényeg, minden messze van, minden nagy, minden nehéz, minden hatalmas, az ember fel se tudja fogni. Az emberek lassan már fejbe számolni se tudnak meg írni ceruzával, nemhogy felfogni, hogy mit jelent 10 000 kvadrillió dollár. Azt mondanak, amit akarnak. A lényeg az, hogy állítólag kering az űrben, és én tudom, hogy ez nevetséges, de kering az űrben egy halálcsillag kinézetű vas golyó, amire rá fognak szállni majd műholdak. Elnézést, rá fognak szállni majd műholdak, és ezt kibányásszák, és mit tudom én, mi lesz. Ugye az a lényeg, hogy itt az egész hivatalosnak tűnjön, igaznak tűnjön, közben ez az egész nem más, mint egy forgatókönyvíró klubja, ugyanis a média az koreográfia szerint halad, az egész egy forgatókönyv alapján halad, gyakorlatilag semmi nem igaz, amit a tévében az emberek látnak. El is mondják az embereknek, be is mutatják az embereknek, hogy ez csak egy film, ez csak egy álomvilág, ugyanúgy, ahogy láttuk már az Armageddon című filmben, pontosan erről van szó, az emberek ennek ellenére nem veszik az adást. Ugyanez volt az Armageddon története, az Armageddonban elhitették az emberekkel, hogy egy űrhajó képes landolni egy olyan tárgyon, ami több tízezer mérföld per órával kering az űrben, és ők csak erre egyszerűen leszállnak, és ott furkálnak, és mit tudom én, mit csinálnak. Bemutatják az embereknek, hogy egy álomvilágban élnek, hogy egy filmben élnek, egy fantáziavilágban élnek. Ennek ellenére az emberek imádják, sőt, védelmezik ezt az álomvilágot. A saját fülével hallhatja mindenki, hogy elmondják neki, hogy ez csak science fiction, hogy 20 éve ez még csak annak tűnt. Azért tűnt annak, mert ez az. Mert ilyen nincs, ha az ember leülne és gondolkozna, mint ahogy nem teszi, akkor rájönne, hogy lehetetlen dolgokról beszélnek. Hogyan is lehetne landolni egy napelemszárnyú centrifugával, egy olyan tárgyon, ami több tízezer mérföld per órával repül. Egyszerűen lehetetlen. Csak az emberek nem gondolkoznak. Ez az, amiről beszél most a figura. The idea of getting up close to an asteroid seemed like science fiction. The idea of getting up close to an asteroid seemed like science fiction. The idea of getting up close to an asteroid. Persze, hogy science fictionnek tűnt, mivel az. Mivel az egész csak egy kitaláció, egy álomvilág. Semmiféle bizonyíték nincs az egészre, csak képregények és rajzok. Ez az, amikre az ember építi a világnézetét. És itt van a meteorit, vagy meteorit, vagy mit tudom én mi ez, amire majd le fognak szállni, és bányászgatni fogják ezt, szegények. Szerintem ez a karakter egyébként csúcsa az egésznek. Hasonlít a Men in Black-ből egy űrlényre. Szóval hasonlít a Men in Black-ből egy űrlényre, és tart egy ilyen követ a kezében, hogy az emberek elhiggyék, hogy ő egy meteoritról beszél.
De ez is csak mutatja azt, hogy milyen szinten vannak az emberek. Az, hogy ilyen dolgot elhisz. Elnézést. Szóval az a lényeg, hogy az emberek elhiszik azt, hogy ez a karakter, ez egy igazi tudós, és ő, amit fog a kezében, az egy meteorit darab, az ember esze megáll. Egyszer eljut arra a szintre, hogy már nem is csodálkozik, de még mindig tudnak újat mutatni neki. Még mindig tudnak újabb és újabb vicces dolgokkal előállni. És az igazság az, hogy szerintem ők ugyanúgy röhögnek, mint azon kevesek, akik értik, hogy ez az egész csak egy vicc. Hogy ez a karakter, és ez a kő a kezében, ez csak egy vicc. Ami látszik az ő tekintetéből is, hogy egyszerűen nem hiszi el, hogy ő ebben a szituációban van, hogy ő idáig jutott a karrierjében, hogy erről kell, hogy beszéljen. És azon gondolkozik, hogy vajon felkérik-e valami komolyabb filmszerepre, vagy egész életében csak ezzel az aliennel kell majd beszélnie. Akinek egy kő van a kezében. Egyszerűen kiült a sok. Az a figurának az arcára, hogy mibe került, rájött arra, hogy ebből már nincs kiszállás, és ezt végig kell játszania. És most azon gondolkodik, hogy vajon ki az, aki ezt elhiszi. Nem is tudván azt, hogy a világ túlnyomó többsége tátott szájjal nézi ezt a színházi előadást. Komolyra fordítva a szót azonban ez a történet, ez Massachusetts egy nagyságú, és ezt majd be fogja cserkészni egy repülő centrifuga, aminek napelem szárnyai vannak hamarosan a közeljövőben. Ezt mindenképpen meg szerettem volna mutatni, ugye ennek a történetnek a neve Sixteen Psyche, és a rajta található vas 10 000 kvadrillió dollár, és ezzel a repülő centrifugával, ami műanyaggal van becsomagolva, és napelem szárnyai vannak, ez fog rá leszállni, miközben ez kering az űrben több 10 000 mérföld per órával. Gondolom, hogy ezt emészteni kell, ezt az információt egy kicsit. A lényeg az, hogy a neve Psyche elárulja, hogy ez csak egy pszichológiai hadviselés, ez semmi több, mint programozás vagy agymosás. Tulajdonképpen Psyche elárulják az embernek azt, hogy miről is van szó, hiszen tudják, hogy az emberek képtelenek már gondolkozni maguknak. Gondolom a PSYOP, mint pszichológiai műveletek, az egy kicsit egyértelmű lett volna, ezért inkább azt választották, hogy Psyche. Szóval 16 Psyche, 16 Psyche-n van 10 000 kvadrillió dollár érték, és a világ gazdasága olyan 75 trillió dollár, vagy 75 ezer milliárd dollár. Ez annak többszöröse, és gyakorlatilag mindenki hátradőlhetne. Mindenki hátradőlhetne, és nézegethetné a NASA képregényeket és rajzfilmeket egész életén át, hiszen ez az összeg ellátná az egész világ gazdaságát több évszázada. Na ez az, amit nem képesek az emberek megérteni, hogy milyen hazugságok röpködnek itt, hiszen nem képesek túl gondolkodni azon, amit látnak, csak azt értik, amit látnak. Még az sem. Még egyszer meg akartam mutatni ezt a karaktert, mert úgy gondoltam, hogy érdemes. Most arról beszél, hogy hogyan fognak oda leszállni, és bányászni, és mit tudom én, mit csinálni. Még rá zoomolunk a figura fejére is, mert azt hiszem, hogy érdemes. Na mindegy, ez a szakember, akiben az emberek bíznak. Ő az, aki ezt játssza, ezt a szerepet. Szerintem a Men in Black 4. részében biztos, hogy valamilyen feladatom lesz. Na, ő azt mondta, hogy meg fogják vizsgálni természetesen ezt a történetet, de nem fogják visszahozni a földre, mert ugye nem tudják, hiszen az egész csak a fantázia szüleménye, hiszen hogyha vissza tudnák hozni, ha ilyen létezne, ami nem létezik, akkor már itt lenne. Hiszen az emberiség túlnyomó többsége a földön az anyját is eladná 1 000 dollárért, nem hogy 10 000 kvadrillió dollárért. Úgyhogy ha vissza tudnák hozni, akkor visszahoznák, de nem tudják, mivel ez a kézzel egy szüleménye. Lehet, hogy ez az űrlény találta ki, lehet, hogy valaki más a NASA-nál,
A lényeg az, hogy ezzel a képpel még további programozás történik, ugye, hogy a rakéták mennek, jönnek, stb. Ugyanúgy néz ki. 50 éve semmit nem fejlődött, azóta a számítógép eljutott a ház nagyságútól a tenyérnyi nagyságúig, a rakéta meg tök ugyanúgy néz ki, ugyanazt is csinálja. Természetesen Osiris Rex, Osiris Rexnek hívják, mint minden mást a csillagászatban, az egész egy hazugság. Egyetlen egy dolog sem igaz belőle, mind a bukott angyalokat és azoknak a leszármazottait hivatott dicsőíteni, ezért hívják az összes görög vagy római néven, mint Plutó, Mars vagy Osiris Rex. Azok előtt tisztelegnek, és az emberekkel elhitették, hogy az mese. Az emberekkel elhitették, hogy a valóság mese, és a mese pedig a valóság. És ez az, amit most láttak itt ebben a videóban, amit láttatok, a mesét, amire azt gondoljátok, hogy valóság. És aztán ugye kérdezik, hogy ah, hogy lehet, hogy annyi ember látta, és akkor hogy csalnak, hogy hát, mintha olyan nagy dolog lenne abból a sok milliárd dollárból lefizetni néhány embert, hát az embereknek már abszolút semmiféle erkölcsi normájuk nincs, teljesen mindegy, hogy már fizetnek nekik azért, hogy hazudjanak, vagy hazudnak anélkül. Úgyhogy ha valakinek ezek a bizonyítékok, akkor természetesen bármi lehet. Most ugye arról van szó, hogy Planetary Resources cég ki fog fejleszteni egy olyan műholdat, vagy mit tudom én, minek hívják, ami majd leszáll, bányászik, visszahozza, stb. Ugye Planetary Resources PR, propaganda, PR, gondolom mindenkinek leesett ez. Az egész egy nagy propaganda, és egy nagy vicc tulajdonképpen. De egyébként a csúcs még csak most jön. Hát ígértem, hogy visszatérünk a figurához, és vissza is kellett, hogy térjünk. Mert olyan dolgok fognak történni, amire fel kell készülni. Ez látszik az arcán, hogy ezt nem hiszi el. Az elő, azt hittem, azt gondolta, hogy az előző űrlény után már nem lehet meglepni. Azonban ez nem így történt. Hiszen elküldték a másik űrlényt, a helyettesét az előzőnek. És ő fog arról beszélni, hogy természetesen David O. Ugyanis az, hogy ó, ezt elhiszik az emberek. Ó, mi történik itt? Ugye erről beszél a Psyche Mission. Ugye a pszichológiai misszió, a pszichológiai küldetés, hiszen az egész egy hazugság. És az embereknek nem esik le David O. A Psyche Mission. Remélem, hogy legalább néhány embernek leesik itt most, aki ezt nézi, hogy ez az egész egy nagy vicc, és hogy ez a karakter szintén szerepelni fog a Men in Black 4-ben, hanem az 5-ben. Ugye David O. elmondta a Psyche Mission-ről, hogy nézzük meg, hogy mi van azon az aszteroidán, és aztán majd az emberek eldöntik, hogy mit akarnak csinálni. Na mindegy, a lényeg az, ami most következik, mégpedig az, hogy 16 Psyche 2023-ban 7 évig fog utazni. 16 az 7, 1 meg 6 az 7, 2023 az 7, 223 az 7, és 7 évig fog utazni, és az embereknek nem esik le, hogy a Psyche Mission az tulajdonképpen egy hazugság. Úgyhogy ezt a rövid jelenetet még bemutatom, és azzal el is búcsúznék, és azt javaslom mindenkinek, hogy inkább nézzen filmeket, hogyha nem képes megkülönböztetni a valóságot a filmtől, mert egyre bizarrabb a hazugság, és szerintem nincs jó hatással az emberek psyché-jére, hogy ilyen dolgokat néznek. Mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Once the Psyche mission launches in 2023, it'll take 7 years to get to its out of this world destination. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!